Köszöntöm az esti mérleg nézőit. A Magyar Közút Zrt-nél megkezdődött a téli időszámítás. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek felkészítették, beüzemelték a gépeket, gépjárműveket a térre, speciálisan felkészítették a gépjárműveket, és ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen érdekes és hasznos információkkal készültünk önöknek. Ilyen utakon is helyt kell állniuk a magyar közútszakembereinek. A hideg időben a hó, de főként a síkos utak jelentenek majd problémát. Éppen ezért a felkészülést már jóval a hideg időbe előtt meg kell kezdeni. Hagyományosan, amióta a cégünk megalakult, minden évben a téli szezon elején tájékoztatást adunk egy téli tájékoztató keretében a felkészülésünkről. Ugye ez a felkészülés ez nagyon összetett. A közútkezelő maga a jogszabályi háttér alapján végzi a feladatát, tehát törvényekben garantált feladatokat kell neki állátnia, és ezt a Magyar Közút Nonprofit Kft. végezheti el gyakorlatilag a 60-as évektől kezdődően, tehát ez egy nagyon régi, hosszú évekre, évtizedekre visszavezethető folyamat. Maga a üzemre való átállás az nem most kezdődik, hanem már nyáron készülünk a térre, gyakorlatilag a legfontosabb, hogy az úthálózatot felkészítsük, ez egy nagyon összetett és hosszú feladat. Ugye itt az arra kell koncentrálnunk, hogy télen ne legyenek kátyusak a burkolatok, a növényzet legyen, tehát télen ne ezzel kelljen foglalkozni, hanem magával a téli üzemeltetéssel. Ez fizikailag azt jelentette a Fehér megyei úthálózaton, hogy csak kézi kátyuzással, melyet munkavállalóink kézzel dolgoztak be, ez mintegy 2300 tonna aszfaltbá dolgozását jelentette az 1400 km-es megyei hálózaton, és ezt még 6500 tonna nagy felületű finiseres aszfaltozással egészítettük ki. a számokból látszik, hogy ez igen nagy volumen, ez kb. 500 millió forintot költöttünk csak a burkolat felkészítésére. A következő nagyon fontos tényező télen a láthatóság biztosítása. Itt ugye a burkolati jelek táblák láthatóságának a biztosításáról beszélek. Csak burkolati jelekből mintegy 40 ezer négyzetmétert festettünk fel, mintegy 70 millió forint értékben. Ugye ezzel is a forgalombiztonságot szeretnénk javítani. A harmadik nagyon fontos tényező a növényzet, hiszen a nagy teleknek az a tapasztalata, hogy az útszélén található gaz növényzet megfogja a havat, és ez problémát tud okozni a üzemeltetés során. Megyei igazgatóságunk mint a 18 millió négyzetméter zöld fölletet kezel. Téli szezon előtti kaszállások, cserjézések, fakivágás is egy nagyon jelentős feladat. Erre több száz munkaórát fordítottak kollégáink. A teret azt úgy kell elképzelni, hogy a közút életében az egyik legfontosabb feladat, a legnagyobb hangsúly szinte a térre helyezzük. Ez a költségekben is megmutatkozik, hiszen társaságunk, igazgatóságunk, itt 300 munkavállalóról beszélek, a gyakorlatilag az éves költségének mintegy 30%-át, ez kb. 850 millió forint, ezt térre fordítjuk, ez részben anyaggép és nyilván munkabérekben merül fel. Kikkel, mely társ szervekkel együtt zajlik a közös munka és a felkészülés? Ugye nagyon fontos, hogy ezt a közút, a télutazó azt nem maga végzi, tehát együttműködve. Legfontosabb együttműködő partnereink nyilván az úton közlekedők. Nagyon-nagyon fontos az, és talán a mai sajtótájékoztatónk, célja is az, hogy a közlekedők figyelmét is felhívjuk arra, hogy nekik is át kell állniuk téli üzemre. Ugye eddig a megyében is az elmúlt hét előtti hét és az az előtti időszakra gondolok, szinte egy nyárias időszakról beszélhetünk de a múlt hét már egy erősen csapadékos hét volt, és már bizony kopogtat az ősz és a tél a zablakon. Ez azt jelenti, hogy a közlekedőknek is át kell állni a téli üzemre. Itt az is célunk ezzel a mai nappal, hogy felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy ezt nagyon komolyan vegyék, hiszen az ő magatartás formájuk az nagyon behozza erről a mi sikereinkhez is. De visszatérve a kérdésére, a társzervekkel való együttműködés az egyik legfontosabb dolog ebben, tehát a hatékony információcsere, az együttműködés, az Elengedhetetlenül szükséges a működésünk köz. Itt elsősorban az önkormányzatokra, a járáshivatalokra gondolok, de a társszerveink, a rendőrség, a katasztrófa védelem, az országos mentőszolgálat, a volán Zrt. ugye aki autóbuszjáratokat közlekedett, de talán még a polgárőrséget is megemlíthetném, ők nagyon-nagyon fontos feladatokat látnak el, részben segítik a munkákat, részben pedig információk adásával is ő, tudják a munkánkat befolyásolni, és ha jeleznek valami problémát, akkor erre rá tudunk mi mozdulni. Itt elhangzott a közlekedők magatartása, melyik is a helyes magatartás, mi az, amire ilyenkor felhívják a figyelmüket? Hát a leges legfontosabb, hogy mindenkinek át kell gondolnia azt, hogy a nyári útviszonyok lényegesen megváltoztak, és megváltoznak télen. A legfontosabb az talán, hogy mindig a sebességet válasszuk meg helyesen. Ugye a múlt héten és a héten is tapasztaljuk, hogy a belesetszám megnövekedett, ugye ennek oka a rosszabbra fordult időjárás, a csapadék, a hidegebb burkolat, a hidegebb gumiburkolat, ugye a tapadás csökken, falevelek, vizes falevelek vannak a burkolaton, ez mind-mind baleseti kockázatot jelent. Ugye nagyon fontos, de szerintem a héten már nagyon sok embernek eszébe jutott, hogy téli kéne váltani, ezt nagyon hamar meg kéne tenni, hiszen az időjárás nyilván ezt meg kiköveteli, de, de nagyon fontos inkább, hogy fejbáljunk rá, tehát készüljünk arra, hogy ködös, csúszós útszakaszok vannak, sebességet helyesen változ, válasszuk meg. Nagyon-nagyon fontos a láthatóság, én ezzel nem győzöm ezt elégszer hangsúlyozni. Nagyon sok olyan közlekedőt látunk, hogy nem égnek megfelelően a lámpák, egyáltalán nem égnek, vagy nem megfelelő hatásokúak, tehát ezt mindenki ellenőrizze, hogy ezek jól működnek törlőlapátokat is ellenőrizni kell ilyenkor, illetve magát az autót is úgy kell felkészíteni, hogy legyen benne ha kitett helyzetbe kerülünk, akkor tudjunk segíteni magunkon, tehát hólapátra gondolok, autós töltő, ugye ma már ez egy nagyon fontos történet, hogy tudjunk segítséget kérni, és kocsit ivóvízzel, melegtakaróval fel kell szerelni, mert lehet, hogy Székesfehérvárban környékén süt a nap és minden út járató, de 10 kilométerrel alarrébb megyünk, ott már hóakadályokba botlunk. Ugye felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a tavalyi tél az nem is volt egy nagyon komoly tél, de bizony 2019. január végén hófúvás volt a megy a határába, és az álmújtat le kellett zárnunk, olyan intenzív fófúvás volt, tehát Fehérváron nem volt ilyen helyzet, de a város határától 5 kilométerre már lezárt útszakaszokról és járművekről beszélhettünk. Mindenki arra készüljön fel, hogy percről percre változhatnak a közlekedés feltételei. Éppen ezért az önök egyik legfontosabb feladata a társszervekkel közösen karöltve, hogy minél gördülékenyebben menjen ez a bizonyos közlekedés az utakon. Hogyan kell elképzelnünk magukat azokat a járműveket, amiket most a nézőknek is majd megmutatunk, hogyan készítik fel őket és melyek ezek? Így van, a közúti ilyenkor a gépfar felkészülését a legkomolyabb feladatának tekinti, mint egy 65 gépen rendelkezésünkre, amivel ezt az 1400 kilométeres úthálózaton a tilit üzemeltetést tudjuk végezni, és ezen felül még 8 hómaróval is rendelkezünk, ugye hófúvásos időszakban a nagy hófalak eltávolítására ezek alkalmasak. Egy viszonylag korszerű gépparkról beszélhetünk, tehát ezek egy viszonylag nagy méretű teherautók, mint egy speciális adapter, az úgynevezett sószóró adapter van. Ezek különböző méretűek, és 7-10 tonna só szállítására alkalmasak, és egy olyan speciális berendezés, hogy egy pontosan szabályozható forgó tányérja az útfelületre sót tud kiuttatni. Ezt a sót úgy kell elképzelni, hogy viszonylag kis mennyiségről beszélünk, 10-20 gramról, tehát nem kilókat szórunk egy négyzetméterre. A szükséges és elégséges só mennyiséget szeretünk kiszórni, hogy ami szükséges, hogy a sikosságot elhárítsuk, illetve a havat megolvasszuk. És a járművek elejére ilyenkor pedig ekéket szerelünk. Ez azért van, hogyha olyan mennyiségű hó esik, hogy ezt a lehet már takarítani, akkor ezeket az ekéket a járművek leteszik és tolják maguk előtt a havat. Ugye ez a hókotró fogalmával egyenértékű, De ezért így a kombinált eszközök elől a havat tudják takarítani, hátul pedig a sikosságmentesítő anyagokat szórják ki. Ezen kívül még több ilyen speciális géppel is rendelkezünk, ezek, mint említett HOMARO adapterek, ezeket is meg lehet tekinteni majd a mérnökségen, illetve különféle rakodóeszközeink vannak, amik nyilván a munkafolyamatok végrehajtásához elengedhetetlenek. És hát ezek a gépek nem csak nappal, éjszaka is dolgoznak sok esetben. Igen, tehát nálunk hagyományosan a téli időszak az november 10 és március 15 között tart, természetesen ez időjárási viszonyoktól függően meghosszabbítható. Ez azt jelenti, hogy mi ebben az időszakban az időjárás megköveteli, akkor 24 órás szolgálatban vagyunk. Az ügyeleti rendszer egyébként az folyamatosan 24 órás szolgálatban van, mind a megyei központban, mind pedig a mérnökségeinken. A járművezetők pedig abban az esetben, ha az időjárás igényli, akkor behívjuk őket. Tehát ők 24 órás váltásban, 12 órás ciklusokban végzik ezt a hóátakarítást, éjjel-nappal és minden időszakban. Hozzátenném, hogy a legkomolyabb feladat az mindig hajnalban jelentkezik, hiszen ha sikosságról beszélünk, az a hajnali nap felkeltekor szokott általában jelentkezni. Ez fizikai azt jelenti, hogy munkatársaim egy átlagos téli napon hajnali 3 4 négykor elindulnak a telephelyükről, azért, hogy végezzenek addigra az út föl lett szórásával vagy letakarításával, mikor a 6 hetes hetes időszakban ugye a közlekedés megindul, és mindenki megy a munkahelyre, illetve iskolába. Hogyha esetleg a közlekedés kapcsán, időjárás kapcsán speciális esettel találkoznak a közlekedők, önöket hol tudják elérni, és milyen módon kérhetnek segítséget? Ugye, mi mindenféle felületen igyekszünk pontos és naprakész tájékoztatást adni a közlekedőknek. A legfontosabb tájékoztatási felületünk a www.utinform.hu honlap. Itt ugye naprakész tájékoztatást kapnak nem csak a megyéről a közlekedők, hanem egész Magyarországról, illetve még a szomszédos országokról is tudnak információkat szerezni, ha arra utaznak. Konkrétan a megyéről pedig a 22-es körzet számon a 89.400-as vagy 89.401-es számon lehet információt kérni. Ez itt csörög a hátam, hátam mögött lévő megyei központban, és itt a megyei ügyeletes kollégáink napra kész információkat tudnak adni az útviszonyokról. Itt ha nagyon hangsúlyoznám, hogy arra kérjük a közlekedőket, hogy ez vegyék komolyan ezeket az információkat és fogadják meg. Ugye általános tapasztalat, hogyha azt mondja a rádió vagy az útinformon azt a tájékoztatást adjuk, hogy nem járhatók az útszakaszok, bizonyos útszakaszok vagy bizonyos útszakaszok le vannak zárva, azt nem ok nélkül tettük, hogy lezárt, lezártuk, hiszen azon nem lehet közlekedni, akkor azt kérjük, hogy azokat az útszakaszokat a közlekedők ne vegyék igénybe, vagy olyan általános információ van, hogy nem lehet a megye északi területi, vagy a megye egészén közlekedni, akkor viszont ne induljon útnak se. Ki, mert a közlekedés akkor nem biztosítható. Ugye az információ átadása tulajdonképpen az összhangot is szeretnék önök elérni, illetve hogy úgy induljanak el a közlekedők, hogy már tudatában képben vannak azokkal az esetleges akadályokkal, ami ők őrájuk várhatna az utakon. Itt is az összhang a lényeg tulajdonképpen a mai sajtótájékoztatón, hogyha jól gondolom. Így van, hát felhívjuk a figyelmét ugye a társzerveknek és a közlekedőknek is erre az összhangra. Mindenki tekintse át, még egyszer gondolja át ezt a téli közlekedésnek a szabályt, mire készüljön fel, és együttműködve biztosan el tudjuk kerülni a kritikus helyzeteket. Mintegy 500 millió forintot költöttek csak a burkolat felkészítésére beszélhetünk nyitóekéről illetve félszárnyóekéről. Ebből van öt darab ilyen saját gépünk, viszont ahhoz, hogy a teljes hálózatot le tudjuk fedni, még további öt gépet igénybe kell vennünk. A Fehérvári telephelyen pedig a munkagépek felkészülését, a téli védekezési és elhárítási munkák ütemezését mutatta be Bognár László. A tevékenységünk nem csak a téli üzemeltetésre korlátozódik, más egyéb időszakban is vannak feladataink, ezek a gépek olyanok, hogy egész évben foglalkoztatjuk őket. Most jelen pillanatban olyan téli alapterek vannak rajtuk, de amikor az időjárás ezt nem teszi szükségesé, akkor leszereljük. Most is van egyébként egy-két ilyen berendezésünk, és telet megelőzően még kátyúzási és más egyéb üzemeltetési feladatokat végzünk. Hogyan kell elképzelni? Nyilván időjárás függő, de hogy mely járművek azok, amik első körben hát tulajdonképpen útra kelnek majd itt az utakon Fehérváron és a környékén, illetve az extrém idő időjárásban mely járművek. Igen. Kombinált gépekről beszélünk, mögöttünk is ilyeneket láthatunk. Ezek ekével szóró berendezéssel felszerelt berendezések. Jellemzően, amikor megkezdődik a téli útüzemeltetés, ezekkel fogunk kivonulni, sikosságmentesítést végezni. Amikor pedig a havazás ezt megkívánja, akkor ekéz is fogunk. Első körben ekenélkül mennek ezek a berendezések, amikor elkezdődik a havazás, felszereljük rájuk az ekéket, és utána pedig akkor így kombináltan, tehát a mindkét, mindkét adapterrel kivonulnak az úthálózatra. Ami még érdekes lehet, hogy rengeteg só van itt a telephelyen. Mennyi ez pontosan, és mennyi időre elég egy, ennyi tartalmú? Igen, itt a sótároló tele van a telephelyünkön, a bodajki telephelyünkön szintén, tehát két sótárolóval rendelkezünk, ezeknek a kapacitása 1300 tonna, mind a kettő tele van gyakorlatilag sóval. Ez jó esetben a téli ciklust gyakorlatilag ki tudjuk vele húzni. A Fejér megyei mérnökségek, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a katonaság munkatársai az összehangolt munka érdekében egyeztettek a téli időszak megkezdéséről. Szó volt arról, hogyan közlekedjünk ilyenkor helyesen, szabályosan a problémásabb területeken, az időjárás miatt veszélyesebb útszakaszokon, de a szakemberek felhívták a figyelmet arra is, hogy az utazás során sokkal jobban figyeljenek egymásra az utakon folyó munkavégzésre, hiszen a magyar közút felmérése szerint minden harmadik közutast ledudáltak, megdobáltak már munkavégzés közben, de baleset is előfordul ilyenkor az utakon. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérlegén, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra!